kicsi vagyok, de székre állok. Onnan egy nagyot kiáltok. Boldog születésnapot kívánok! Ma van az Inspibox 4. szülinapja, és ennek apropóján egy nagyon izgalmas dolgot találtunk ki. Aki Inspibox rajongó, az már tudja, hogy ilyenkor valami szuper izgalmas dologra készülünk, és ez most sincsen másképp. Nézzétek csak, mennyi minden van előttem! Olyan különleges dolgot találtunk ki, ami még soha nem volt, mégpedig, hogy különleges meglepetés, azaz zsákba macska Inspiboxokat fogunk készíteni. Összesen 100 darabot, egy limitált mennyiség lesz a szülinapra való tekintettel. Ma van a megjelenése a zsákba macska Inspiboxnak, amiből összesen 100 darab lesz, se több, se kevesebb. Az elsőt én most össze is állítom, hogy azért nagyjából lehessen sejteni, hogy mire számíthattok, hogyha valaki vesz egy ilyen Inspiboxot, de minden egyes doboz teljesen egyedi, teljesen más, és soha nem volt, és nem is lesz vele azonos doboz, úgyhogy erre lehet készülni. Ez a különlegesség, amivel mi készültünk nektek, és most ebből a sok kreatív alapanyagból össze is állítok egyet. Ami biztosan kerül bele, a selyempapír. Ez garantáltan mindegyikben lesz, úgyhogy ezt én már ide is készítettem. Innentől kezdve viszont változó. Mondjuk elsőként belerakok egy vízfesték készletet ebbe a zsákmacska Inspiboxba. Legyen benne még filctól, vagy inkább ez a hengeres szett, legyen mondjuk inkább ez a hengeres szett, ebben vannak szövegkiemelők, vannak színes ceruzák, és vannak filctollak is, ezekkel lehet majd alkotni, sőt, még ki is lehet színezni ugye ezt a tolltartó részét. Kerüljön bele most a túloldalról valami. Ez a nagy kupac, ezek videóban készült alkotások többnyire, ezekről majd később lesz szó, de nem véletlenül vannak itt, azt tuti. Ecset, vagy szivacsecset, vagy rendes ecset, melyik legyen, mondjuk ebben most rendes ecset. Kerüljön bele festék, most nem, mert az előbb vízfestéket raktam bele, viszont itt vannak ilyen kis fa festhető tárgyak. Fa festhető tárgy mindenképpen lesz benne, de hogy milyen? Ez a kérdés. Tegyem-e bele ezt a csontvázat? Vagy esetleg ezt a mézit, vagy esetleg képkeretet, ebből is itt most kétféle van, de ezekből is még sok-sok féle van, szóval nem csak ezek az alapanyagok kerülhetnek a zsákmacska Inspiboxba, amik itt vannak, ezek csak ilyen kis példák, egy kis ilyen kíváncsiság felkeltők. Legyen ez a csontváz a mai áldozatunk, meg mondjuk legyen még egy képkeret is. Ami még kerüljön bele, ilyen kis színes toll, kerüljön vagy ne, legyen egy benne. Legyen benne egy ilyen égősor, hogy egy kicsit komolyabb vizekre elvezzünk. Mindenki kedvence mozgószem, egy csipetnyi. Legyenek benne csillogó strass kövek. Annyira jó érzés egyébként összeállítani az Inspiboxot. Legyen benne egy kis textil dekorálás is. Itt van egy tornazsák, egy fekete zsinóros tornazsák előttem. Akkor, hogy ezt legyen mivel dekorálni, legyen benne egy ilyen kis vasalható fólia, ezt ugye bármilyen formára ki lehet vágni, és föl lehet rá vasalni. Oké, mi az, ami még jó lenne benne? Na nézzük még, mi van előttem. Vannak kartonok, az mindig jó, egy pár kartondarabot beleteszek, kettőt. Van filc, meg dekorgumi. Kerüljön ebből is bele. Milyen szín? Egy sárga, meg egy pinkeset választok most ebbe az első zsákba macska Inspiboxba. Kíváncsi vagyok, hogy mit csinál belőle a tulajdonos. Annyira örülnék, ha feltöltenétek az alkotásaitokat. Ugye itt most nem lesz inspirációs videó hozzá, hiszen mindegyik doboz más. Nektek kell feltölteni a videót, hogyha van kedvetek, vagy fotót az alkotásról, merjakotni hashtaggel töltsétek föl. És hadd nézzük meg, vagy küldjétek el e-mailben. Legyen ugyanolyan színű a filc, mint a dekorgumi, úgyhogy egy sárgát és egy pinkeset választottam még hozzá. Itt van még ilyen kis tárolóka, akkor ebből is kerüljön bele. Ebből remekül lehet egyébként színt keverni, vagy tárolni a kisebb alkatrészeket, vagy ha kinyomtok, ha éppen használtok akrilfestéket, kinyomjátok, akkor ebben nem megy tönkre, átmenetileg jól lehet tárolni bele. Egy pár csipesz, egy csipet csipesz, és egy kis parafadugó is belekerülhet.
Ebből lehet például dekorgumival pecsétet csinálni, vagy hogyha lapos tárgyra ráragasztjátok, akár mondjuk a képkeret aljára, akkor kis ékszertartó lehet belőle. Rengeteg módon lehet ezt is felhasználni, úgyhogy ezt is még beleteszem. És most jöhet a szülinapi doppergés. Itt vannak ezek a videós tárgyak, amiről már beszéltem az előbb. Ezeket én alkottam általában videókban, általában YouTube videókban, de van, amelyiket Insta Story-ban láthattátok. Rengeteg minden van itt. 50 darab általam készített alkotás. Ez például a 100 napos kihívásban, ezt egy korábbi videómban készítettem. Valamilyen videóban már láthattátok, és minden második zsákbumacska Inspiboxba belekerül egy-egy ilyen alkotás. Tehát, ha szerencsés vagy, akkor tied lehet ezek közül, az alkotások közül valamelyik. Ez az igazi meglepetés, ez az igazi kincskeresés. Amikor kitaláltuk, azóta várom, hogy elmondjam nektek. Úgyhogy ez egy nagy izgalmas része a zsákbumacska Inspiboxnak. Bele is teszem akkor az egyik alkotást, mondjuk ez lesz az elsőben, ez a kis pöttyözött pillangó. Mivel mindegyik doboz teljesen egyedi, ezért sorszámozom is majd a dobozt, vagy az aláírólapon, vagy a doboz belsejében, ezt megálmodom. És ha azt hinnétek, hogy itt vége van a meglepetéseknek, akkor tévedtek. A zsákbumacska Inspiboxok ugyanis tartogatnak még egy olyan meglepetést mindenki számára, ami eddig szintén nem volt senkinek elérhető, és a szülinap kapcsán arra gondoltunk, hogy hát ez nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ide eljöhetnétek, és megnézhetnétek, hogy hogyan készül az Inspibox, megnézhetnétek, hogy hol vesszük fel az Inspiboxos videókat, nem csak itt, a bolti részbe, hanem a stúdió kulissza részeibe, kulissza mögötti részeibe is belátogatást, betekintést nyerhettek. Szóval az a lényeg, hogy egy kupon is van minden Inspiboxban, minden zsákbumacska Inspiboxban, ami egy VIP élménystúdió látogatást tartalmaz. Ez december 4-én lesz, regisztrálni fontos, hogy részt tudjatok venni ezen a különleges élménystúdió látogatáson. Ide még soha senki ilyen keretek között nem nézhetett be, én foglak személyesen körbevezetni titeket, reméljük, hogy semmi sem szól közbe, és ez a december 4-i időpont létrejön, de ha regisztráltok, és esetleg valami változás van rajtunk kívül álló okok miatt, akkor úgy is tudósítunk az újabb időpontról. Szóval egy ilyen kis kupon az utolsó dolog, amit még beleteszek az Inspiboxba. Majdnem kihagytam az aláírólapot, szóval nem az előző kupon volt az utolsó, amit beraktam, hanem az aláírólap, és erre fog fölkerülni a sorszám közben. Megálmodtam, úgyhogy én itt az elsőt föl is írtam. Ez a 100/1. Zsákbumacska Inspibox, ami most elkészült. Becsomagolom, és várja a gazdáját. Hogyha érdekel titeket, szeretnétek egy ilyen különlegességre lecsapni, akkor menjetek föl a csorbanta.hu oldalra, és ott nézzétek meg, hogy pontosan hogyan lehet hozzájutni, megvásárolni. Hogyha pedig van kedvetek, akkor írjátok meg ide a videó alá kommentben, hogy milyen alapanyagokat szeretnétek benne látni. Sok-sok különlegességgel készülünk még ebben az évben, úgyhogy érdemes akár a hírlevelünkre is feliratkozni, hiszen ott mindig elsőként lehet értesülni, akár a közönség találkozókról, akár az alkotóműhelyekről, akár egy új Inspiboxról. Találkozzunk legközelebb is, iratkozzatok fel a csatornámra, hogy így legyen, és dobjatok egy lájkot erre a videóra, ha tetszett. Sziasztok, szép kreatív napot!